Aszfaltoznak a nyírbátori ipari parkban. Közvetlen összeköttetés valósul meg a 4105-ös számú főút és az ipari park között. Ezzel az autópálya megközelíthetősége jelentősen javul. A kamionforgalom kikerül a településről. Az út egyébként része a 4-5 éven belül kiépülő városi körgyűrűnek. A területi és településfejlesztési operatív programból megvalósuló beruházásnak köszönhetően Nyírbátorban jelentős mértékben növekszik a park befogadó képessége és teljesítménye. Ez az infrastruktúrális beruházás abban segít nekünk, hogy az itt működő és a jövőben ide települő cégek a beruházásaikat meg tudják valósítani. A fejlesztés nem öncélú, hiszen most is jelenleg nagyon sok beruházás történik itt az ipari parkban körülöttünk. 4 multinacionális vállalat is végez komoly termelő kapacitás beruházás fejlesztést, és 5 helyi KKV is részben saját, részben Európai Uniós, és részben pedig hazai forrásból valósít meg komoly beruházásokat. Ezeket is ki kell szolgálnunk, és nagyon fontos, hogy a jövőben is, ha bármilyen cég itt Nyírbátorban fejleszteni akar, akkor ehhez az infrastruktúrát biztosítani tudjuk. Az itt látható autóbusz megálló helyek kialakítását azt tette szükségessé, hogy több mint 4000 ember dolgozik műszakonként a helyi cégeknél. A szállításukat naponta közel 100 busz bonyolítja, ez a terület 40-50 járművet tud egyszerre fogadni. Itt munkaidőben váltáskor, műszakváltáskor több mint 4000 ember fordul meg. Itt ilyen formán a közlekedés biztonság az utasok számára mindenek felett való, és ezért is támogattuk ezen programot, mert nő a közlekedés biztonság több irányból, és nő a működés biztonság az ipari park tekintetében, tehát vonzóbbá válik a Nyírbátori Ipari Park. Korábban gyakoriak voltak az áramszünetek, ami szintén megoldódik a több mint 2,2 milliárd forintos beruházással. A tájékoztatón elhangzott Nyírbátorba 2014 óta 50 programból 34 milliárd forint Európai Uniós és Magyar Állam által finanszírozott forráshoz jutott a város.